Először is hello mindenkinek. Valószínűleg látjátok, én vagyok a farkas. Elosztok. Most azért vagytok ilyen magasan, mert... De szeretném, hogyha így a fejem fölött látnátok, hogy mi az, ami itt történik. Ez a játék itt a Champions of Regnum. Ez egy teljesen ingyenes játék, ami természetesen a Linuxon is elérhető. Most éppen világot váltunk, hogy angol vagy spanyol nyelvű szervereken óhajtunk-e játszani. Teljes három képernyős játékról van szó. De közben beindítom a hangszórót, jó? Mert valószínűleg ti nektek ez a fejhallgatós mód, ez nem nagyon fog menni, mert sokat nem fogtok belőle hallani, úgyhogy mindjárt beindítjuk. Az egész videó arról fog egyébként szólni, hogy így sétálok, jó? Tehát megmutatom, hogyan néz ki a világ, így ott rohangálok benne. De nagyon nem fogom elmagyarázni, hogy mi a sztori, meg mi nem a sztori, erre majd valószínűleg, majd kicsit később már rátérünk. Jó? Természetesen majd a segítségetekkel, jó? Persze szavazás szükséges hozzá. Na, amit most láttok, ez egy nyilas csávó. Tehát nyilazni fog. Ebben a bemutatóban nem nagyon, ez mondom még egyszer, csak arról szól, hogy így megyünk az erdőbe. Jó? Csak lássátok, hogy nagyjából hogy néz ki ezen a rendszeren. Fantasztikus, már hármas szintű vagyok. Nem egyszerű, mi? Na mindegy. Szóval, ez ilyen dolog. Van benne teljes képernyős mód is, van benne sima. Nagyjából annyit érdemes tudni a játékról, hogy itt a térkép, térkép, és vannak ilyen küldetések, amiket azért érdemes megcsinálni. Picit félrehúzom, jó, mert most ez nem annyira fontos. Vannak ilyen rűnék. Ezek a elég nagynak tűnő tornyok, ezek arra valók, hogy megszabd azt, hogy te hol születsz újjá, miután meghaltál. Tehát oda mész, bejelölöd, hogy ennél a rűnénél akarsz újjá születni, és akkor nagyjából ennyi. Jó? Na. Vannak ilyen srácok, itt lehet velük beszélgetni, egyik másik ad küldetést, egyik másik nem, ez mondjuk változó. És akinek a fejénél ilyen felkiáltója van, az ad neked ilyen missziót, küldetést, hogy menj ide, menj oda, csinálj azt. Természetesen most nem a küldetésekről fogunk beszélni, hanem elmegyünk, aztán veszünk egy kis hátast. Ez nem azt jelenti, hogy szeretik pizza hátat, hanem egy ilyen lószerű állatot veszünk, ami alkalmasá tesz minket arra, hogy gyorsabban bejárjuk a területet, mert hát azért nem várjátok el tőlem, hogy ezt most gyalog fogom megtenni, jó? Ugye járművet fogunk választani, hát most vagy ilyen lovat, vagy ilyen vaspulykát, vagy nem tudom mi ez, ilyen... Hát ilyen kakadószerű valami, nem tudjuk. Van sima fehér ló is, ami abszolút korrektül néz ki. Van farkas, meg ilyen tigris-szerű valami, és itt az eladó. Természetesen azért van a fején most ez a tökjelmez, mert most Halloween van. Ettől légy szíves, tekintsetek el, mert ez egyébként a játékra nem jellemző ez a idétlenség. És akkor be lehet vásárolni, tehát lehet venni mindenféle lovakat, amikkel hát most kicsit ilyen, kicsit olyan. Na, úgyhogy vettünk egy állatot. Ez egy ilyen, hát ilyen fehér tigris-szerű képződmény, jó? Valahogy így tudnám a leghitelesebben megmutatni, valahogy. Ilyen fehér csíkos tigris. Szóval ő lesz a segítségünkre abba, hogy bejárjuk ezt a területet, ami, mondom még egyszer, szóval nem kicsi, jó? Tehát van egy ilyen hatalmas földrész, ezt nem tudom mennyire látjátok, van a hóeséses rész, ilyen téli tájak, vannak a sivatagos részek, itt középen ilyen erdő van, és minden egészen az aljáról fogunk indulni, és be tudunk menni, van egy ilyen léghajó, amivel átvisznek minket egészen ide, és akkor ezt a részt is itt be tudjuk járni. Na, ahhoz, hogy ide eljussunk, azért ott már nagyon-nagyon sokat kell tenni, de ezt a részt legalább meg tudom nektek mutatni. Jó? Hogy ez a rész,
ami itt van, erre felé, hogy az mekkora gyönyörű szép. Jó? Megmutatom az átmenést, hogy hogyan lehet átmenni. Hát nem egyszerű. Tehát... Itt a jobb oldalon, itt van egy ilyen vízesés, itt meg balra van egy ilyen folyó rész, ugye, ami a vízesésből következik. Szépen lassan folyik arra a víz. Hát mondjuk, hogy nem csúnya, jó? Délután van, tehát már megy lefelé a nap, itt a játékban lévő időt kell nézni. Így megyünk, szaladunk, futunk, rohanunk. Itt vannak a nagy vízesések, kicsit talán furcsa, hogy kard alakban ér össze a víz, ez valószínűleg nem véletlen, ezt úgy tervezték meg a srácok. Hát itt aztán van mindenféle ilyen lerakatok vannak, oda lehet menni, esetleg kicsit tuningolni, javítani a fegyverem, vagy vásárolni ezt, azt tenni, venni. Hatalmas látótávokat be lehet látni. Itt van a léghajó, tehát ha visszamennénk ezen a területen, akkor a léghajóval beülve jutnánk át a másik szigetre. De most ugye nem erről van szó, csak simán sétafikálunk. Ez ugye a térkép, ezt csak azért teszem ide, hogy már rossz irányba menjek. Az árnyék rajta van, a fának az árnyéka rajta van a medvén. Sokan azt mondják, hogy ez kell a DirectX, hát amúgy nem. Itt egy kerítés az erdő közepén, ettől eddig. Ezt azért nem biztos, hogy sikerült elsőre megérteni. Igyekszik kiírni a program, hogy nagyjából hol járok, hogy melyik erdő melyik részén. Következik a második kerítés. Itt van. Ettől eddig tart ez a kerítés. Ahogy megy föl a nap, és megy le a nap, úgy változnak az árnyékok, tehát mindig mások a fényviszonyok. Erre a srácok azért elég odafigyeltek, hogy jól sikerüljön. Eljöttünk valami mellett, mindjárt visszakanyarodok. Mert vannak itt ilyen események, amiket azért érdemes lenne megmutatni. Mire véget érünk a videóval, meg fogjátok érteni, hogy miért nem gyalog teljesítettem ezt a távot. Ez egy darázs. Körülbelül így ekkora. Itt van egy ilyen templomszerű valami, kicsit már régóta látta a karbantartó brigádot. És hát itt a nagy hős terme, természetesen fényefektel, tehát tükröződési effektel. Itt a vízesés rész. Ez az épület nem dekorációs célból van itt. A történet szempontjából itt fontos események fognak történni, és ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz hát nagyon kevés a szintünk még, tehát level 3-mal itt sok keresni való nincsen, maximum nézegethetjük ezt a sok szép épületrészt. Mindegy. Oké, és akkor most tudunk tovább jobbra menni. Na. Berakjuk terepjáróba állatunkat. Tudom, összkerekest is. Összmancsost. Itt nem bírom most fölmenni. Egy nagyon minimális trükkel simán föl lehet menni a legmagasabb egytetőre is vele. Tehát a terepbírása az egész tűrhető. Nem tudom, ezt valahogy gyalog azért lógna a nyelven, mire ide fölmásznék. Nem tudom, mennyire látjátok, hogy az egész falu fölött vagyok, meg hogy minden fölött. Hogyha ezzel az állattal leesünk, akkor egy jó hosszú időre, így van, jó hosszú időre ugye kiesik alólunk, ez a szerencsétlen, és így gyalog lehet menni tovább. Kell egy csomó idő, mire összeszedi magát. Persze azért én is jó megsérültem, úgyhogy jobban is figyelhetnék. Jó van, jó, meg is haltam.
Vissza fogunk kerülni valószínűleg ide a kiindulási pontra. De nem baj. A játéknak most úgy ez a lényege, hogy mindent bemutassunk. Visszakerül alánk ez a csodalény. Ez a csíkos tigris. És meg tudom mutatni azt, hogy hogyan kerülsz be a játékba. Itt van ugye az altár, ez a torony. És a játékba úgy kerülsz be, hogy van egy ilyen idéző dóm. Az idéző dómban vannak a varázslók, akik téged megidéznek, tehát te így kerülsz be a játékba. Nem úgy kerülsz be a játékba, hogy bemész a weblapra és regisztrálsz, nem. Úgy kerülsz be a játékba, hogy téged ide megidéznek ezek a valakik itt a szélén. És akkor ebbe a csoda gömbbe, ami itt van középen, ebbe itt megidéződsz. És innen indul a játék, hogy ezzel a kettővel beszélgetsz, hogy hogy kerülsz ide. És itt szépen lassan terelgetnek lefelé. Közben itt goblinokat kell elővöldözni, stb. Mert ez a csávó, aki itt van, majdhogy nem sebezhetetlen. De alig éppen, hogy csak valami életerejű goblinokat mégse csapkodja agyóra. Oké, ezt fölvesszük. Később majd jól fog jönni egyébként. Na, gyerünk lefelé. Itt van egy ilyen jó kis útvonal. A hátasunk, ugye ez a csíkos tigris, az nem tud ugrani. Tehát a legkisebb akadályokat is ki kell kerülni, mert a mancsát nem tudja annyira felemelni, hogy ennyire előrébb legyen. És felrébb. Követjük az útvonalat. Ugye itt vagyunk a vízesésnél. Ezt a részt már ugye láttuk, de nem semmi. Nagyon kitartó állat egyébként. Tehát tudom javasolni mindenkinek. Nem eszik, nem iszik, nem kakil, nem pisil, nem reklamál, nem anyázik. Étlen, szomjon, tök jól el van. Tehát egy nagy gondoskodás nem igényel a dolog. Nem kell szeretgetni és simogatni a fejét, ilyesmi. Csak úgy reggeltől estig üzen biztosan visz téged. Amerre te azt így kitalálod. Na, úgyhogy egy ilyen környezetet érdemes elképzelni, ilyen erdei környezetet. Medve az, hogy mászott oda föl? Persze azt nem tudjuk, mindegy. Bármilyen közel el lehet hozzájuk menni, tehát nem támadnak. Nyugodtan oda lehet menni hozzájuk, nem mennek neked, nem bolondok ezek. Ezeket a helységneveket azért itt a szokásos kerítésünk. Fölvesszük ezt a vackot. Jó lenne fölvenni. Ha lehet, hogy már nem lehet fölvenni, mert már annyit fölvettem, hogy rengeteg. Na szóval van egy ilyen szélmalom rész. Oda is mindjárt megérkezünk. Ilyen gyerekfarkosok is vannak itt. Ha ott lesz a szélmalom, mindjárt. Elég ritkás ez az erdő amúgy, de bőven belefér. Na. Kettes számú falu. Ezt a faluba császkáló farkasokkal, nem baj. Itt vagyunk a szélmalom tövébe. Ez amit itt láttok, ez a nyíl. Az íj és a nyíl vesző, tehát nem bugolt be a játék, csak nem tudja a hősünk hova tenni. Mindjárt is pakoljuk. Már nem tudom, hogy kell, mindegy. De hogy itt nem lehet kimenni, aha. Na, úgyhogy nagyjából ez a szigetnek a bejárása, körülbelül. Nagyjából így ennyi. Ez a hátsó rész itt, ez a fejlettebb részek. Itt is nagyjából ugyanaz van, csak ilyen Halloween-i jelmezekkel, tehát abszolút nem stílszerű egyik se. Eléggé durva másolat az egyik a másikról. Ugyanazok a funkciók vannak itt, a növényes, a vegyszerfőző, a szabó, a kovács, hát minden egyes szakmának, ugye itt van a fegyverkészítő, ilyen gyakorlóiakkal, itt látjuk ilyen gyakorlóiakkal, meg
Valahol itt van még a Szabó is valahol. Szóval minden egyes funkció ugyanúgy megvan itt is, mint a másikban, mint a másik oldalon. Úgyhogy nagyjából így ennyi. Legalábbis ez a pici rész. Ezek már nagyon kemény ellenfelek, tehát ide nem érdemes belekötni senkivel. Megyek, gyorsan meghalok. A meghalásnak az a lényege, hogyha meghalsz, akkor mindig visszakerülsz oda, amit te bejelöltél annak idején, hogy... Milyen jó kis pók, mi? Valakinek otthonról kis pókok? Úgy van, hogyha meghalsz, akkor visszakerülsz arra a helyre, amit te bejelöltél ahhoz az oszlophoz. Csak azért jövök el ide, hogy lássátok, hogy micsoda szuperhajó van itt. Persze vezetni nem tudjuk, mert ide van ragasztva, Technokon Rapiddal, mert kötelet azt nem látok. Na, gyorsan beleugrunk a vízbe. És meg is haltunk majdnem. Itt mindjárt elfogy az oxigénünk, és akkor... Nagyon nem bírta sokáig víz nélkül, mindegy. Visszakerülünk ide, és akkor megmutatom, hogy hogyan működik a repülés, ez a átutazás A-ból B-be. Természetesen semmiféle átutazásról nincsen szó, egy egyszerű átteleportálás történik. Ugye most az első helyen vagyunk, tehát itt vagyunk ezen az oldalon. Szemünkkel megkeressük a léghajót, elmegyünk léghajó iránt, ugye ez most nem torony iránt, hanem léghajó iránt megyünk. És beszélünk ezzel a két csávóval, aki a léghajó teleportszerű készüléket vezeti. Közben én csináltam egy küldetést, amit itt most leadtam, nagyon jó. De természetesen nem ez érdekel engem, hanem... Ez az. Tehát átmegyünk a másik helyre. Ez a teleport, ez ilyen így átdob minket. De így Tigrisestől, mindenestől, tehát ahogy jöttünk, úgy megyünk. Nem tudom, hogy kell kivenni a kezemből azért, a nyilat. Valahogy ki lehet venni, hogy ne legyen már benne. Na jó, ezzel nem fogom az időt vesztegetni. Tehát, itt van egy fal. Ezt a falat azért emelték a srácok, mert mi most éppen megtámadunk valamit. Jó? Itt a térkép, kinagyítom. Tehát itt van az űrhajó, vagy mi ez a léghajó. És ezen a falon át itt már az ellenség van. A másik falon meg a kék birodalom jön és támad. Ne felejtsük el, hogy mi a zöld birodalom vagyunk. Jó? Nyugodtan ugyanúgy be lehet menni, ezt a pici tűzhányószerű területet meg lehet nézni, és akkor... Jó, de jó, királyok vagyunk. Igaz? Tehát valahogy így. Kinyitjuk a kaput, és kint vagyunk. Tehát semmilyen kapunyítás, vagy ilyesmi nincs, és megyünk. Jó? Ilyen a látótáv. Térképet benyomjuk, mert megint rossz irányba megyünk, mint az előtt. Közben elfordulunk jobbra. Jó? Ja, mert közben lehet nézelődni. Jó? Tehát fejet forgatni. Az irány attól természetesen nem változik. Na, itt van egy ilyen sáv, egy ilyen csapás, amit mondjuk nem tartok indokoltnak, mert valami furcsaság van a Földön. Jó, fölvettük. Benyomjuk terepbe megint a járművünket. És ezen a... Még azt mondanám, hogy hát ilyen ork-szerű kinézete van a srácnak. Nem tudom, szerintem a Warcraftból ilyen egyszerű átmásolással került ide a srác. Itt is vannak ilyen design kerítések, tehát innentől idáig van kerítés. Előtte, mögötte nincs. Ezt mondjuk nagyon nem sikerült eddig megértenem, mindegy. Szerintem orkok vagy valami hasonló. Egy szép nagy híd. Természetesen szét lehet nézni, ahogy megyünk, ahogy az előbb mondtam. És ez már a piros terület. Jó? Automatában is be lehet nyomni a járművet. Tehát, és akkor megy.
teljesen automata módon megmondjuk neki, hova menjen, és akkor megy arra. Természetesen bármikor meg lehet szakítani. Jó? Arra menjél, és akkor megy arra. És akkor megy. Automatice. És közben ugyanúgy, ugye nem nyomom az iránygombot, lehet nézelődni, tájakat, esetleg selfit készíteni, vagy ilyesmi. Úgyhogy megyünk. Ez a harmadik sziget, ez a piros, ez a harmadik fal, ez a piros csapatnak a támadási területe, és akkor ugye innen támad majd a piros. Persze nem tudunk bemenni természetesen. Mert ahhoz, hogy ezek az események ugye nekünk megnyíljanak, ahhoz mi nagyon kicsi szintűek vagyunk. Na itt kéne tudni jól úszni, hogy át tudjunk kerülni a piros csapatnak a területére, de természetesen ez elég esélytelen. De amúgy igazán nem lehet rá panasz, mert nem tűnik rossznak. Biztos emlékeztek rá, amikor mondtam, hogy ez egy külön pici sziget, amit most meg tudok mutatni nektek, mert többi ez még nincsen elég szinten. Ó, hát ez Malila. Ez a srác Malila. Hát aki ezt a srácot segbe tudja rúgni, az már itt nagyon sokat játszott ezzel a játékkal. Itt is egy híd, egy ilyen folyón átívelő híd. Azért tudom, mert itt a térkép, tehát én közben nézem a térképet. Na, itt egy nagyon jó kis jelenet, tehát itt a piros oldal, ott meg a kék oldal. És ugye mi meg zöldek vagyunk, tehát tök jó, hogy elcsászkálunk itt a két marhának a területén, és azért nem mondanám csúnyának. Tehát igazán jól néz ki. Főleg ez az automatában benyomott hátas, teljesen hibátlan. És akkor így közben nézegetünk, jaj, de szép helyen vagyunk. Hú, mennyi ork. Itt is egy kerítés. És közben utazunk, mint egy buszon. Itt a kék terület, ugye. Nem így szépen átmegyünk balra. Kicsit ilyen Jean-Michel zsáros egyébként ez a zene, de illik ide. Mert közben lassan le fog menni a nap. Vége lesz ennek az egész dalnak, ami itt folyik. Itt kicsit arrébb van egy elsüllyedt hajó. Ugyanis a történet szerint, ha azt most jól vettem ki, történet szerint majdnem minden csapat megpróbált először hajóval ide jutni, és aztán ezek a kék kis kétértőek, vagy nem tudom mik, ezek meg elsüllyesztették a hajót. Tehát a mi hajónk is el van süllyesztve, meg a másik köké is. Úgyhogy jól megszívtuk. És szépen visszamegyünk a léghajóhoz, és utána haza tudunk menni. Ja, vannak ilyen gombák, meg ilyen dolgok, ezeket majd össze lehet szedni. Később nagyon jó kis főzeteket lehet belőle keverni. És szépen lassan így mászik az árnyék a gerendám, ugye ahogy a időjárás változik. Bár még esőt még nem láttam benne, de azon kívül mindent. Semmi. Na és akkor itt van a zöld terület, ugye? Ahonnan mi haza tudunk menni egyszerűséggel.